Biztos, hogy mindenki fél valamitől attól függetlenül, hogy van, akin soha nem látjuk azt, hogy ne lenne magabiztos. Ismeri gondolom mindenki azt, hogy mi a különbség a bátor és a hülye között. Most a bátor tudja kezelni a félelmet és cselekszik. A hülye viszont nem ismeri fel a félelmet, és bármilyen esetben is cselekszik. Olyan sokan küzdenek a magabiztossággal, hogy ezzel már foglalkozni kell szerintem nem lehet csak úgy elmenni mellette. Társadalmi probléma, amely az egyéneket nagyon leterheli, akadályozza abban, hogy ott normális életüket tudják élni. Ha te magad nem is küzdesz azzal, hogy félsz a hétköznapokban megtenni egyszerű dolgokat, akkor is akadályoznak téged azok az emberek, akik Viszont félnek megtenni ezeket a dolgokat. Én nem rosszból mondom ezt az akadályozást, hanem egyszerűen nem tudsz haladni, pedig haladhatnál, semmilyen ok nincs arra, hogy féljünk, egyszerűen csinálni kéne a dolgokat, és kész. De értsük meg a másik felet, hogy másképp gondolkozik, és másképp látja saját magát és a külvilágot. Mindaz, ami neked egyszerű és nyugodt lépésekkel megtehető, számára félelmetes, ismeretlen és nem tudja megtenni az első lépést. Ugye az tiszta, hogy nem lehet csak úgy bátorítani az embert, hogy nyugodtan tedd meg, nincs semmitől félni valód, de hogy fogja megtenni, egyre jobban fog félni, egyre kilátástalanabb lesz az, hogy belekezdjen abba, amit csinálnátok akár együtt. Meg kell érteni, hogy egyáltalán mi az a félelem. Az ember leginkább egy logikusan gondolkodó lény, főleg jellemző az emberre az, hogy nem képes cselekedni, nem képes lépni, hogyha nincsen logikus oka, és még akkor sem képes lépni, ha van logikusok, ok, viszont nem látja a logikus következményét. Ezt elmondom még egyszer, mert nagyon fontos. Tehát, ha van okod, lépsz, ha látod, hogy mi lesz belőle, lépsz, ha nem látod, hogy mi lesz belőle, vagy nincs okod, nem lépsz. Az egésznek ez a lényege tulajdonképpen egy információtechnológiai problémáról van szó a félelem tekintetében. Tehát a félelem nem más, mint információhiány. A félelem az egyik legborzasztóbb dolog a világon, ami az ember terheli. A társadalmunkban, a napjainkban a félelem mindennapos vendég, egyszerűen bármit csinálsz, valahol ott motoszkál az, hogy mi lesz veled. A bátor embert nem érdekli, hogy mi lesz veled, és a hülyét sem érdekli. A bátor egyszerűen Tudja, hogy nem tudja, mi lesz vele, ettől függetlenül lép, tehát kikerüli azt az akadályt, hogy ha nincsen logikus okom, akkor is megteszem mindezt. Az egyik módja, hogy bátor legyél, hogy kitalálsz valamilyen logikus okot, független attól, hogy az igaz vagy nem. Azért ne felejtsük el, hogy a hülye mindig ezt teszi, folyamatosan olyan okokat talál ki, hogy miért kell lépni, és milyen következménye lesz a lépésének, amelyek nem a valóságot tükrözik, semmi közük hozzá. Egyszerűen megteszi, és ebből lesznek az olyan következmények, amiket már nem lehet kezelni később. A bátorság teljesen más. A bátor foglalkozik azzal, hogy mi lesz majd, pontosabban megérti azt, hogy valamit cselekedni kell, és elkezdi úgy vizsgálni a helyzetet, hogy elegendő információja legyen ahhoz, hogy léphessem. Hát, ha küzdesz a magabiztossággal, akkor a következőt tegyed. A logikát kizárólag arra használt, hogy megértsd a helyzetet, megértsd azt, hogy ez a lépés milyen következményekkel járhat. Ne ijeszgess magad az ötleteiddel, hanem csak gondolkozz el rajta, mert a legfontosabb, hogy információt tudjál építeni, információt tudjál szerezni. Az emberek például félnek egyszerűen beszélgetni valakivel. Teljesen érthetetlen dolog, miért kell félni attól, hogy valakivel szóbász, viszont látjuk, hogy ez a legtöbb esetben problémát okoz. Azon az egész mögött, hogy az embereknek van egy elvárásuk, hogy mit szeretnének viszont kapni, mint reakciót a külvilágtól, amikor beszélgetnek. Nos, ez az elképzelés nem arra épül általában, hogy ők milyen képességgel rendelkeznek, hanem arra, hogy ők mit gondolnak magukról. Tulajdonképpen azok az emberek, akik nem magabiztosak, azok trollként véleménykednek saját maguk ellen. Olyan elvárásokat támasztanak, amelyekről tudják, hogy nem tudják megcsinálni. Ezért teljesen leblokkolnak, pedig még nem is történt semmi, egyszerűen csak elképzelték, hogy majd mi lesz, elképzelték azt, hogy mi nem lehet, és nagyon féltek attól, hogy mi nem lehet, pedig azt szeretnék, hogy az legyen, ami nem lehet. Na használjuk ki a mindent megmondó és tévedhetetlen pillanatomat, és elmondom pontosan azt, hogy mit tegyél, ha nem vagy magabiztos. Csináld azt, amit nem mehetsz csinálni, menj szembe a félelmeddel, ne foglalkozz azzal, hogy milyen következménye van. Nyilván ez nem arra vonatkozik, hogy a szavannában megmered-e az oroszlánt. Ez arra vonatkozik, amikor egyszerű hétköznapi cselekvéseket nem vagy képes megcsinálni, azért, mert magabiztosságot hiányában nem mozdulsz meg. Értsd meg, hogy mit nem veszítesz, ha megteszed. És azt is értsd meg, hogy ha megteszed, és nem jól sül el, nem veszítettél semmit. Kizárólag a saját elvárásod rabja vagy, ezt kell megérteni. Ez az ismétlések napja lesz. Azért mondom el még egyszer, hogy mit kell tegyél, mert annyira egyszerű, és 30 éve bárkinek mondom, és ha megcsinálja, akkor egyszerűen tovább megy, és ha nem csinálja meg, évekig kínlódik. Szóval menj szembe a félelmeddel, és nyugodtan tedd meg azt, amit meg akarsz tenni, és ne foglalkozz azzal, hogy másnak milyen véleménye van, és még egy nagyon fontos dologgal ne foglalkozz, hogy neked mi a véleményed magadról. Ja, és ne várjál el semmit magadtól, hanem egyszerűen csak csináld, és élvezd. Nem fogod élvezni, hanem beszarsz a félelemtől, mert akkor, amikor ezt a magabiztosságot fogod mutatni a külvilág felé, akkor belül reszketni fogsz. Itt jön a színészi játék lényege, hogy eljátszod, hogy nem félsz, és nem sokára az az ember leszel, aki kívülről azt látta, hogy valaki nem félt, amit pont te voltál. Tehát egyezni fog a kül- és a belvilág, tehát az, hogy az emberek azt látják, hogy nem félsz, és belül valóban nem fogsz félni. Lehet, hogy az elején még igen, és kívülről már bátornak tűnsz, de éppen ezért leszel te bátor, és nem hülye. Mert hogy van egy terved, és ez az információmennyiség kipótolja azt az információs részt, ami miatt a félelem keletkezik. Automatikusan eltűnik a félelem. Ha összefoglalom, hogy mit kell csinálni, ne légy hülye, ehhez egyszerű mit kell csinálni, mindig törekedj a megértése, gondolkozzál. A másik, hogy legyél bátor, legyél figyelmes a körülményekre, Értsd meg azokat, hogy mi miért történik, és mérlegelj, hogy milyen céljaid vannak, és ahhoz képest a körülmények, amelyek nem ideálisak, akár félelemkeltőek, a célod fontosabb, és erőt merítesz belőle, hogy megted. Mindig meg kell tudni érteni, hogy a félelemnek van-e valós oka, vagy csak te kreálod a valóság hiányából a félelmet. Ne trókodj magad ellen, legyél magabiztos.